Szóval, mondom, mert hello, ismételten egy veganizálva videóval, vagy hát igazából nagyon rég volt, de most éppen egy veganizálva videóval jöttem. És ez azért lesz különleges, mert szerintem a 4 év alatt, amióta veganizálvakat csinálok, most van először, hogy itt van velem az illető, akit veganizálok. Nagyon izgi. Szóval, Andris van itt. Ez most nagyon szar volt. Nem. Andrist fogom veganizálni, és az ő általa kedvelt reggeli, ebéd, vacsora, snack, ételeket fogjuk együtt elkészíteni vegán verzióban. Igen. Nem is húzzuk tovább a szót, találkozunk a konyhában. Ez így. Ne, ez ilyen kínosan, de tavaly van. Brutális color coordination van itt mindenütt. Kezdjük is a reggelivel. Oksi. Andris, mi a kedvenc reggelid? Ez így olyan, mintha egy most mondanám, és neked épp megvan, tudom, hozzávaló. Épp minden itthon van hozzám. Hát mostanában nagyon sokszor szoktam végelt reggelizni, vagy hát ez túlzás, hogy reggelizni, az igazság, hogy annyira nem szoktam reggelizni, de hogy mondjuk ilyen, hogyha felkelek és eszem valamit először, az sűrűn szokott lenni bégel. Amire mostanában így rá vagyok kattanva, az abban tojáskrém szokott lenni, avokádó, és én még békön szoktam bele így pluszban kérni. Ez egy sok komponensből álló reggeli, szóval szerintem kezdjük is a békönnel. Aki esetleg látta azt a videómat, anno azt a vegan békönöset, itt meg is néztitek, akkor ott rizspapírt használtam, viszont most nem találtam se a bioboltban, se a Spárban, szóval azt találtam ki, hogy répával helyettesítsük. Én el tudom képzelni, hogy a répa még talán jobb is lesz, mert így az állaga, vagy hogy mondjam, szóval a rizspapírnak ilyen nagyon vékony, de ez a békön annyira nem vékony, tehát szerintem a répa így a ropogóságával lehet, hogy jobb lesz, nem? Hát én nekem vannak kisebb félelmek. Most répát húzunk. Te egyébként, mintha nem lenne egyébként. Te egyébként szeretsz répát húzolni? Ez egy interjú kérdés. Ilyen indító kérdés. Gondolkodsz, hogy interjú, hogy mit fognak tőled kérdezni, ha valamire így nem számít. Olyan kollap, hogy így most találkozom először. Nincs miről beszélgetni a videóban, és te amúgy szeretsz répát húzolni. De Rambe, egyébként most ezt tényleg azért kérdeztem, mert én imádok, és kíváncsi voltam, hogy te is így vagy ezzel. Annyira nem szoktam sűrűn, hogy, hogy erre egy konkrét választ tudjak adni, de most így élnek. Szóval egy evőkanál olívaolajat fogok most belerakni ebbe a tálba. Egy ilyen kis tasak szójaszósz. Na, úristen, ugye mondtam múltkor a sörélesztő fejét, és én azt tök régóta ki akarom próbálni, tehát így érdekel, hogy ez úristen, milyen. Úristen, akkor kóstold meg ilyen naturálban is. Mert hogy ugye nem csak te mondtad, hanem így nagyon sokan, hogy tényleg olyan, mint a sajt. Igen. Szerintem tudod, milyen, mint hogyha sajtos chio chipsnek így az alján lennél. Por. Csak kevésbé ízfokozós. És ez ilyen teljesen természetes? Igen, adag? És elvileg tök egészséges, tele van B12 vitamin. De ez nagyon durva, hogy ennek ilyen íze van. Igen, de ugye jó? Nagyon. Ebből mennyi volt másfél? Aha, békönök, azok tökéletesek. Ez lehet. Oh, úristen! Ez nagyon satisfying. Ez konkrétan olyan, mint egy ilyen instáns satisfying videó. Kérdés az ilyen, mint hogyha most így... Igen, interjú, hogy, következő, ilyen répapucoló stílus lesz. Nem, szerintem annál egy fokkal jobb, hogy főzni szeretsz-e. Hát igazándiból szeretek főzni, viszont hazudnék, ha azt mondanám, hogy annyira sűrűn szoktam inkább, hogyha így elkap az az érzés, hogy így most van kedvem, akkor nagyon szeretek, meg ilyen, nem tudom, de hogy mondjuk én nem nagy mennyiséget, vagy nem tudom, én nem nagy mennyiséget, hanem hogy így ameddig így élvezem, meg egyszerűen tűzhely mellett állni, azt én utálom. Színe miatt olyan bacon vibe-ja van, nem? Szerintem én most nem akartam előre elkeverni, szerintem mi most nagyot fogunk alkotni. Első adag kész van, vagyis hogy most tesszük be a sütőbe, és de eszméletlen. De amúgy most látszik így igazán, hogy neked ebben mennyi munkád van. Amúgy egy ilyen veganizálvában. Mármint érted, hogy így, még hogyha tudom is, hogy érted, nem... A videó 15 perc, és hogyha tudom is, hogy ja, ez neked nem 15 perc volt, de hogy akkor sem realizálom, érted, hogy mennyit foglalkozol ezzel. Ez nagyon kedves.
Nézzük. Wow. Úgy meg is pirult. Elkészültek a baconök, és elég jól néz ki. Nekem, jó, ez most ilyen izé dolog, de nekem ez most jobban esik, mint hogy igazi bacon tennék, viszont nem jönnék rá, hogy ez igazi bacon. Mert hogy érted, hogy nem keverném össze, igen. Az a baj, hogy van egy répa utóíze. Az jön be extrém módon, hogy ilyen édes kés. Mm. Most túl nagy macera lenne kipróbálni valami? Ezt ilyen tészti videóban láttam, hogy amúgy, de nem tudom, hogy a répa így reagálna, de hogy úgy szoktak békont csinálni, ilyen rohadt ropogós legyen, és én ezt otthon ki is próbáltam. Nem teszed ki tányérre, hanem kettő ilyen szilvia közé beteszed, és a mikróban megmikrózod, és akkor ilyen kurva, vagy bocsánat, ilyen nagyon ropogós lesz. Szóval most rá fogok tenni ilyen békont darabokat. Na, egy kicsit égett szagot éreztem, azért leállítottuk. Elkészültek az általam mutatott recept. Mint hogyha onnan ilyen égetnek tűnne. De ropogósnak rohadt ropogós. Az biztos. Hát ilyen répa chips. Következő eleme a reggelinknek, az a tojáskrém lesz. Ezt szerintem így azért is mondtam neked, mert hogy egy ilyen tojáskrémet, ami nem így rántotta, na azt megoldani, arra nagyon kíváncsi voltam, hogy azt hogy lehet ilyen vegán módjára. Mm-hmm. Nagyon sok ételt veganizáltam már, de tojáskrémet speciál szerintem még soha, szóval tökre örülök az ötletnek. Köszönöm, hogy ilyen kreatív reggelit eszel. Andris, választhatsz, vagy összeállítod a cuccokat, a tojáskrém lényegét, vagy a hagymavágás. Vágnék hagymát szívesen. Én ennek felettébb örülök. Az ételünk alapja a szokásos tofu lesz. Szóval ez egy olyan só, aminek elvileg ilyen tojás íze van, és amúgy tényleg nagyon-nagyon fura íze van, szóval megkóstolod egy kicsit. Magába? Olyan fura, hogy vannak dolgok, amik nem azok, amik, és hogy közben meg... Ez olyan, mint a söréleztük, hogy nem is értem, hogy ez hogy van sajt íze, és hogy ez tényleg rendesen tojás ízű. Én nem tudom elképzelni, hogy ez nem ilyen préselt tojás, és ebben mennyi kell? Fél kis kanállal. 6 evőkanál vegán majonéz. 2 evőkanál mustár. Tudod, hogy olyan sülete van. Itt lehet inkább a szagot mondanám. Hogy így rendesen tojáskrém kinézete van. Tésztesztje a... Rendesen izgultam. Igen. Mert hogy most dől el minden. Igen. Kb. Másfél órán munkája. Számomra a tojásrém az 10-ből 10. De azt is mondanám, hogy kicsit jobban ízlik ez a tojásrém, mint amit én szoktam enni. Ezt nem mondod komolyan. Igen, mert ilyen... Ezt nem tudom megmagyarázni, ilyen frissítőbb, vagy hogy nem ilyen nehéz íze van, hanem ilyen jó, ezt nem tudom elmondani. De nagyon-nagyon ízlik a tojásrém. És biztos, hogy... Tehát, hogy erről nem mondanám meg, hogy ez nem tojással van. Tehát ennek a fekete sónak annyira olyan íze van, meg a tofu kinézete. De azért a tofu az nem kivehető, hogy tök más állagú, mint a tojás? Vagy egy kicsit más állagú? Így, hogy ennyi összetevő van benne, így nem jut eszembe elemezni szerintem, hanem hogy így a számba volt, így teljes mértékben tojás krém ízű. A répa észrevető, hogy ez nem bacon, viszont ami, annak nagyon finom. Amúgy ez nekem nagyon-nagyon ízlik. Én is azt kérdezem, a tojáskrém az szerintem jó, de talán a majonéz miatt, hogy én imádom a majonézt, és azért nagyon sok majonéz van benne. Szóval egy ilyen jó kis majonézes krém hangulatát adja vissza, az avokádot imádom, és igen, erre nem mondanám azt, hogy bacon, de finom bele. Szóval hogy én így összességében azt mondanám, hogy ez egy ilyen finom étel. 10-ből hányra értékelnéd? Azért mondok mondjuk 8-at, mert soha az életben nem állnék neki, hogy ez ennyi macera, és hogy ezt így összerakjam. Elkészült étel, az tökéletes. Mondok egy hetet, mert még bizakodó vagyok, hogy a többivel még felülmúljuk ezt. Andris, mit szoktál ebédelni? Hát igazából, amint ugye megkérdezted, hogy, vagy ezt a, hogy állítsak össze egy ilyen napi valami, amit szoktam, napi étrend, amit így szoktam enni, akkor egyértelmű volt, hogy nagyon nem én lennék, ha ebben nem lenne valami tészta. Úgyhogy ez egyértelmű volt, és éppen most a carbonara-ra esett akkor a választásom, de egyébként nagyon sokféle tésztát szeretek, de a carbonara is egyértelműen az egyik kedvenceim közé tartozik. Két opció közül választhattam, hogy vagy ilyen nagyon növényi tejszín, növényi sajt, növényi tudom én, vagy pedig zöldségekből krájuk a szósz. Aha. És én az utóbbit választottam, mert az érdekesebbnek hangzott. Szóval tudod, mi lesz az alapja? Ami nekem egy kicsit undorító. Valami zöldség? Az alapja? Jó. Cukkini. Hát ilyen krumpli? Vagy... Nem. De nem is tudok ilyen szintelen fehér répa?
Mm-hmm. Jó, fú, na, az undorító. Ennél most megörültem, egy ilyen fehér épakrém, az lehet, hogy nem annyira ízlem nekem. De színekben jó helyen járok, nem? Igen. De ez egy ismert zöldség? Mm-hmm. Mi a betűvel kezdődik? Tök. Tök? Ja, tényleg láttam is, azért, de nem vagyok, láttam is, hogy szóval, amit használni fogunk, az fagyasztott, gyarult tök. De hát arra kíváncsi lesz. Megy a tök. Andris, mit csinálsz? Párolom, igen, fokhagymával a tököt. A tojás nélkül is spagettit létszített be a majdnem forró vízbe. Perfekt. Cinkert a szomszédot. Vegán kárbonára. Tudjátok, én vagyok a vegán szomszéd. Ti ezt a súst. Eszméletlen, milyen multitaskingot csinálunk éppen. A harmadik serpenyőt teszem a sütőlapra, vagy főzőlapra. Ez már egy ilyen kedves kis családi főzés. Igen. Napraforgó magot most megpirítunk. Ez nagyon-nagyon durván óvatosan kell, mert ez olyan hamar meg tud égni. Én közben tésztát főzök, kamerázok és tököt is párolom. Ide kéne csak beönteni, szóval... Jaj, jó, úristen, de... Nagyon forró. Komolyan pedig ennek az lenne a lényeg, hogy ne érezzük. Nagyon éreztem, meg az ujját. Tényleg egy kicsit van, na várj, átveszem. Úristen, de megalázó volt. Igen, langyos-langyos. Langyos-langyos, na ad ide. Legkevésbé empatikus reakció. Langyoskás. Szószt fogjuk elkészíteni, amihez turmixolnunk kell. Szóval a megpirított szotyit betesszük ebbe a turmixgépbe. Tésztának a főzővizéből annyit kell hozzáadni, amennyi ellepi. Micsoda reakció. Ennyi elég. Íme a végeredmény. Az a helyzet, hogy ugyanonnan néztem a receptet, mint a tojáskrémhez, és tényleg egy az egyben ugyanazok a dolgok kellenek, de azért ledaráljuk gyorsan. Fél kis kanál, de ebből tényleg oké, igen, 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 olyan tojás ízlenyen. Jó, ebből kell egy evőkanál, kell egy evőkanál? De most mennyi egy evőkanál? De el is lehet csavarni ilyenkor. De nem. De ezt honnan tudod, hogy ez mennyi? Egy kis pelmet? Igen. Sori lesz, na ebből viszont szerintem sokat, mert azért jó, hogy a sajtos íze van a kárbonárának, nem? Szóval nyugodtan küld meg. Most utálom az én kifejezéseket, az ilyen küldjük meg, hogy úristen, nem is tudok most ilyet mondani, úgy utálom, te jó ég, hogy ilyen bátran, meg az ilyen, de, nem is hogy eszembe, ilyen, de ilyen küld, meg adj neki, ne sajnáld. Új, most, hogy mondod, hogy rosszul vagyok az ilyen. Ez a kárbonárának még csak távoli rokona sem. Ez nem igaz. Talán nem igaz. Igen, egy kicsit szerintem én értem, hogy mit gondoltak. Szerintem ez annyira random. Tehát egyik összetevőre sem mondanám azt, hogy ez kárbonár. Jaj, Dóri, köszönjük. Szerintem ez a bokor egy kicsit. Tadá! Ilyen kínosan kocintunk a világon? Aha. Jó. Hát ilyen szószos tésztánál ez elég érdekes. Nem rossz, de inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen furább pesto. Pestónak az ilyen unalmas kis testvére. Most az a baj, nem tudom, hogy megbántalak-e azzal, ha mondok ilyeneket, vagy igazából csak teszteltünk egy egyet receptet. Együtt csináltunk. Ja, jó. Hát szerintem kicsit fura. Mm. Ki enne tökből pesztót? Ilyen érzésem van. Főleg, hogy alapból sem szeretem a tököt, és nekem az állaga is sem tetszik, mert nem krémes, hanem ilyen darabos. Íze, én nem azt mondom, hogy ehetetlen. Ezt kell csináljam? Egy tészt, hogy úgy ment le, hogy nem rágtam meg, hanem így van. És nem is jött vissza? Most jó. Én nem tudom, én annyira szeretem a tésztát, hogy ezt is amúgy simán így megeszem. Nem egyetlen. Nem egyetlen, nem csak hát nem egyetlen kárbonára. Igen. Én mondok egy 10-ből 4-et. Egyetlen. Ugyanaz a véleményem. Eljött az uzsonna idő. Amúgy én nagyon sűrűn szoktam így fagyit enni, vagy hát nekem az a kedvenc ilyen snackem.
Dóri pedig annyira nem szereti a fagyit. Nagyon ilyen elhalt hangon beszélünk. Igen, Dóri annyira nem szereti a fagyit. Igen. Szóval nem vagyok egy fagyirajongó, de amit ezer éve meg akartam kóstolni, az a Ben & Jerry's. Nekem az a kedvenc fajta fagyim, vagy hát a nagyon ilyen, nagyon tömény, nagyon-nagyon finom íze van. Szóval így megkóstolod, és ilyen összehasonlíthatatlan a többi fagyival. Uh-huh. Ilyen kokonat és karamell. A Ben & Jerry's azért is nagyon-nagyon jó, mert ilyen arról is híres, hogy ilyen, hogyha darabok vannak benne, akkor az ilyen nagyon jó nagy darabok. Ah, úristen! De tényleg így kinyitjuk, és rögtön darabbal találkozunk. Ez mennyire jó. Kókusz, csoki. Nekem az így nagyon ízik, hogy kókuszos, meg hogy csokis, de én az ilyen karamellás dolgot annyira nem szeretem. És ebben egy kicsit érzem, de amúgy nagyon-nagyon finom, meg hát erről soha azért nem deríteném ki, hogy most ez vegán vagy nem. Ez lehet a karamell? Ah, ott egy ilyen karamell csánk. És mekkora csánk. És ilyen tényleg ilyen folyós karamell. Finom. Nekem amúgy megint az a problémám, hogy az ilyen darabkákat nagyon élvezem, ezt a karamellet nagyon jó, de maga fagyi az ilyen, de hogyha csak a darabkák lennének, akkor nem lenne fagyi. Igen. Ez elég király, így már megértem, hogy miért kerül. Úgy nem is volt, én úgy emlékeztem, hogy 3000, igen, de a Spárban csak valami 2100 volt. Ez a nagy. Vagy akkor lehet, hogy nem, csak én azt hittem. Szerintem nem 2100 volt, szerintem ilyen 3500. Igen, én is arra emlékeztem, és tudom, hogy csak 7001. Csak 7001? Egy kívül az vagy? Melyik univerzumban vagy? Ó, nézd. Ó, nem baj. De úgy. Akkor 10-ből, hát most én a fagyikkal nagyon szigorú vagyok. Nem azért, mert vegán, egy köze sincs hozzá, de én ezt a karamell ízt elég uncsinak tartom. A kókuszt azt nagyon-nagyon szeretem. Olyan fagyik terén olyan 6,5. Nekem fagyik terén abszolút top-top. Uh-huh. Én akkor mondok egy 8-at. Mindig tudom, mit fogsz mondani. Tudtad, hogy 8-at fog mondani? Igen, és az ebédnél is tudtam, hogy 4-et fogsz. Aztán. Vacsora idő. Szóval, vacsira édessavanyút fogunk enni, ami... Hát igazából az alapja szerintem... Édes savanyút, ez egy kicsit ennél azért konkrétan. Szóval édes savanyút csirkét fogunk enni, rizssel, viszont ugye a csirke nem vegán, ezért a Dóri valamit valószínűleg kitalált, hogy mi lesz helyette. Szejtánt kerestem, és mert már kicsit uncsi, hogy minden szója termékekből készül, de nem találtam, és ezért... Tofu lesz. De milyen? Ugyanolyan ilyen a sima? Füstölt. Jó, hát azt még nem kóstoltam, úgyhogy... Na. Pedig a szejtet már olyan régóta megkóstolnám, de soha nem kóstoltam meg. Nagyon sajnálom, én is tök csalódott voltam. Na, a te feladatod az lesz, hogy kinyisd a tofut, uh-huh. És szerintem mosd át, és aztán pedig ilyen papírral próbáld meg... igen, és egy kicsit így kis préselni belőle a levet, mert most nekünk azt mondjuk, hogy ez ropogós legyen. Akkor ez most neked éppen nem kell, ugye? Majd még kellene fog mindjárt, de még addig elkérhetem. Mit? Ezt olyan őszinte inkább mondtam. Nem akartam, hogy annyi ideje beszéltem valamit, és akkor azt nem tudtam, hogy miről van szó, az ilyen legfrusztrálóbb dolog volt, hogy már mindent elmondtál róla, hogy nekem éppen nem kell, elkérheted-e, és újra meg is hitted, és azt nem értettem, hogy miről beszélsz. Konkrétan így rád úgy veszik le, hogy ilyen passzívak lesz.
Fú. Emlékezett ember rosszabb, mint a vélem. De nem, mert utána mit szóltál, utána én is éreztem, hogy hogy szóltam. De én valamilyen nagyon fontos dolgot csináltam, de amikor így megzavartál. Éppen számítás, én apuka, mint hogy így megmondtam, hogy dolgozom, és szerintem adsz békén. Én felvágok egy paprikát, és egy fél vörös hagymát. Vagy egy lila hagymát. Képzeld el, hogy mész vendégségbe, és ez így van, kitűnően ilyen sütés. Szelje nyugodtan. Ezt téged arra, ilyen, mondjuk ilyen csíkokba vágom? Szóval. Kifejezetten ideges. Fogjuk a tofut, betesszük egy ilyen tálba, és olyan dolgokat teszünk hozzá, amitől ízesebb lesz és ropogósabb. Szerintem ennek a receptnek a kulcsa tényleg az, hogy ropogósak legyenek a tofu darabkák, és most ezt próbáljuk elérni. Szóval erre rakunk egy kis tasak szójaszószt. Ez só, bors és fokhagymapor, és a lényeg az a kukorica keményítő. És akkor ezt is jó alaposan összekeverjük. Tiszta csirkemell kockák. Nagyon olyan lett a kinézete. Jaj, de jó. Tehát tényleg lehet, hogy sokkal jobb, hogy tofuból van. Igen. Én kimerem jelenteni, hogy szerintem ez lesz a legjobb. A legjobb? Igen. Most jön hozzá a hagyma és a paprika. Ja, ezt tökre nem sikerült felvennem, minden. És az ananász. És ezt még addig kell sütni, hogy az ananászok ilyen barnák legyenek, elvileg kb. 5 percig. Amíg Andris csinálja ott a sütőlapnál a dolgok pirítását, addig én összekeverem a szószt. Amikhez összekeverek fél bögre cukrot, negyed bögre ketchupot, negyed bögre ecetet, ilyen fancy eceteket javasol, de nekem most csak ételecetem van, remélem ez is megteszi. Szójaszószt, fokhagymaport és vizet. Ez nagyon undorító. Mi? Ez a szósz. Egyszerre van benne cukor, víz, ketchup. Ez ilyen olyan, mint amikor régen anya adott hozzá, amikor így főzzek kiskoromban. És akkor ennek még egy ilyen 5 perc kell. Igen, kár. Amúgy nagyon ropogós. Ilyen nincs, hogy ez ennyire jól nézzen ki. 90%-ban Andrisnak köszönhetjük, hogy kész lett. Én egy kicsit így feladtam a végére, és ő rakta össze tulajdonképpen az egészet. A rizs ez nagyon rossz. Uh-huh. Mert csak azt mondom, hogy ez nem lett jó. Jó. Ilyen ropogósnak tűnik. Finom. Ez nem konkrétan, de egy az egyben ugyanolyan, mint a kínai, ez egy kínai gyors büfé. De én nem akarok így féknek látszani, de... Uh-huh. Most nem tudom eldönteni, mivel nyilván tudom, hogy tofu, de hogy nem tudom, hogy rájönnék el, hogy ez tofu, mert annyira befűszereztük, meg így ropog, meg... Igen, hogy ugyanazt a hatást kelti. Mint a csirke. A rizs az tényleg egy kicsit ilyen roppanús. Crunchy rizs. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez nekem 10-ből 9 szerintem. Nekem is 9, egyértelműen, de nagyon-nagyon-nagyon jó a szósz. Egy tökéletes rizssel még lehet, hogy egy 10 is lenne. Hát akkor vége van a vegezemmel. Ezt nagyon kimondani. Nagyon. Őszintén, hogy ugye én próbáltam így mondani, hogy jó, ez azért hosszú, meg fárasztó. Uh-huh. Durvábbra számítottál, vagy kevésbé durvára, vagy pont ugyanilyenre? Nem gondolkodtam el, mert nagyon volt kedvem. Uh-huh. Szóval így nem volt az, hogy hú, most azért átmegyek egy nem tudom hány órái forgatót, de nem volt bennem ez. De mondjuk, hogyha már visszagondolok arra, hogy a répa szeleteket festjük ecsettel, az úgy tűnik, mint hogyha 2 napja lett volna. Igen, konkrétan. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon szépen köszönöm, úristen, egy álmom bárvalóra. Felvettünk egy videót Andris csatornájára is, egy mukbangot, ahol különböző kérdésekre válaszoltunk. Nagyon jó lett, nagyon izgi. Igen. Instagram, azt most csináljak. Hogy mai napi ember? Kettem persze. Amíg én csinálnám. Mondhatok én nevet. Aha. Random nevet? Te szoktad, hogy a mai napi emberkém egy piroska nevű ember. Igen, de... De mindig olyan hülye neveket mondok, hogy biztos, hogy benne már, amikor kimondtad, hogy nem lesz ilyen. Nagyon sokszor belefutottam a magam. Ez a piroska, ez például egy pont egy ilyen, amire emlékszem, hogy az is tudod, én mondtad azt, hogy piroska. De tényleg azt mondtam. És így bevágtad, hogy rákeresem egy piroska, és így odaítod egy ilyen szomorú fejet. Olyan, mint hogy ezt ilyen poénból csináltam volna, de szerintem... Meg a... Tudod, így ütte meg, hogy ilyen kurva ideges vagy már, és a mai napi emberkében egy piroska lenne ebben.
Köszönöm szépen neked a támogatást! Volt egy olyan is, hogy mondtad, hogy a mai nap, hogy a mai napi emberkém egy Luna nevű ember, és utána beírtad, és így megcsinálkozott, hogy a mai napi állatkám, mert kijött egy kutya, aminek Luna volt a neve, és van egy Insta, és követett téged. De igen, és pont ezek miatt most már újra azt csinálom, hogy keresek egy konkrét embert. Jó, de... Vagy szeretnél mondani egy nevet? Igen, mondok. Nagyon ilyen önző leszek, és a mai napi emberkénk egy Andris nevű ember. Köszönjük szépen a támogatást! Ha te is szeretnél egy ilyet, akkor kövess be az Instámon, meg kövess be Andris Instáját is. És ennyi, nem? Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Konklúziót azért így levonnék. Ja. A végeredmények sokkal jobbak lettek, mint amire én számítottam. Mm. Jó, mondjuk a carbonara az nem lett carbonara, de az is egy ehető étel volt. Ez zseniális lett, a bagel az isteni finom volt. Na, Szubi! Szóval köszi szépen! Ezt a sem jó, azt hiszed zöld vagy, legalább szerkenyeid a földre potyognak. Bóli, 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 bóli.